Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp a védikus asztrológia szerint március 31-ére és április 1-ére. Én úgy gondoltam, hogy nem fontos, hogy naponta jelenjenek meg ezek a videók, hiszen néha a horoszkóp nagyon hasonló az előzőhöz, nincs újdonság, amit közölhetnék, így mindig akkor jelenik meg, hogyha vannak változások, mint például, ha a hold elhagyja az egyik jegyet, és áttér a másik jegybe. Tehát így mindig 2-3 naponként lesznek a videók. És a mostani felvétel az kihat március 31-ére és április 1-ére. Én kezdeném a kos jegyével, az indiai számítás szerint. A videó alatt megtalálhatod azt, hogy a tabella szerint melyik jegyben születtél. Mert ez egy más számítás, hiszen az indiai asztrológia figyelembe veszi azt, hogy a tavaszi pont elmozdul. Tehát most indítok a kós jegyével. Az indiai számítás szerint itt mozog Uránusz bolygó, és az azt jelenti, itt a kós jegyénél lesznek változások, meglepetések, lesz egy új irány. Mars bolygó ugyan nem a kos jegyében mozog, de küld energiát a kos jegyébe. És az azt jelenti, hogy lesz külső hatás. Valami vagy valaki életerőt ad számunkra, így mondanám, hiszen én is a kos jegyében születtem. Vagy ez a Mars energia lehet egy férfi, aki közeledik hozzánk. A kos jegyénél várható egy jó hír. Ahol most előny van és szerencsénk van, az a szerelem, hiszen Vénusz bolygó elbúcsúzott a bak jegyétől, és a vízöntő jegyében van. És mivel a vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, a kos jegye pedig a tűz eleméhez, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban van egymással. És a Vénusz bolygó hatása alatt ez kihat a szerelemre, tehát itt lesz könnyűség és több szerencse, mint az elmúlt hetekben. Ami még fontos, az lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit eddig igazságtalanságnak láttunk, és itt is javulni fog valami, és jóra fordulnak a dolgok. Ami előfordulhat most a napokban nálunk, hogy fáradtak, vagy kimerültek vagyunk. A következő jegy a bika jegye. Itt mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, és itt marad ez év májusáig. Itt vannak kármikus témák. Ráhu az utal egy új irányra, egy új életterületre, tehát lesznek megújulások, változások. Várható egy jó hír. Ami viszont a szerelmet illeti, itt most lesznek bizonytalanságok a bika jegyénél. Ami viszont jó, hogy megvan az életerő, a bátorság. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében most nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó kívülről energiát küld az ikrek jegyének. És ez jelenti azt, hogy több a lehetőség, szerencse van, hogy előre mennek, javulnak a dolgok. Ami a kommunikációt illeti, itt lehetnek még nézeteltérések.
Vagy ha tervezel valamit, akkor azt nem mondd el másoknak. A szerelmi élet területén most megvan a könnyűség, és javul a helyzet, szerencsét hoz az ikrek jegyének. A rák jegye. A rák jegyében most nincs mozgás, viszont van külső hatás, mégpedig Mars bolygótól és Szaturnusz bolygótól. Mars bolygó az jelentheti az, hogy valami erősíti a rák jegyét, vagy valaki erőt ad neked. Persze Mars bolygó hatása alatt lehet egy férfi, aki közeledik hozzád. És mivel Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyének, itt lesznek sorsdöntő döntések, találkozások, változások. Egy jó hír várható, ami a szerelmi életet illeti, itt most van egy kis bizonytalanság a rák jegyénél. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében most nincs mozgás, viszont van külső hatás Mars bolygótól, Vénusz bolygótól és Jupiter bolygótól. Mars bolygó küld energiát, Vénusz bolygó szintén. Ez kihat a párkapcsolatra, hiszen Mars bolygó utal a férfias energiára, Vénusz bolygó utal a nőies energiára, tehát a szerelemre. És Jupiter bolygó adja a lehetőséget, hiszen szerencsét hoz. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még bizonytalanságok, mit, hogyan tudnál kifejezni, vagy mit akarnak mások tőled. Vannak olyan pillanatok, amikor erőtlennek érzed magad, vagy hiányzik a bátorság nemet mondani. Ami viszont a szerelmet illeti, itt tükröződik valami, hiszen Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van, és az pontosan szemben áll az oroszlán jegyével, itt kell a belső egyensúly, vagy tükröződik valami. A szűz jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont a nap és a hold azon kívül Merkur bolygó küld energiát a szűz jegyének. A nap hatása alatt láthatóvá lesz valami. Merkur bolygó jelenti a beszélgetéseket, és a hold vagy az édesanyád, vagy anyai témákat, vagy aktiválja az érzelmeket. Tehát megvan arra a lehetőség most itt rendezni valamit, érzelmekről beszélni. Ami a szerelmi életet illeti, itt vannak még bizonytalanságok, kell egy kis türelem, viszont a szűz jegyénél megvan az életerő, a bátorság ahhoz, hogy valami kialakuljon, vagy legyen egy új kezdet. A mérleg jegye. A mérleg jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont van külső hatás. Szaturnusz bolygó küld most ide energiát, Jupiter bolygó szintén. Tehát megvan a szerencse, a lehetőség, hogy itt kialakuljon valami. Ami a kommunikációt illeti, vannak még bizonytalanságok, nem tudod mit, hogyan fejezhetsz ki, az is lehet, hogy megbántott téged valaki, és most visszahúzódó vagy, vagy te bántottál meg valakit, és van lelkiismeret, furdalásod, nem tudod, hogy tudnád ezt tisztázni. A szerelmi élet területén most a mérleg jegyénél ott van a szerencse, hiszen Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van, az a levegő eleme és a mérleg jegye. Szintén a levegő eleme itt megvan, a harmónia. Ami egy kicsit nehezíti a mérleg jegyét, az a fáradtság, a kimerültség, tehát lesznek ilyen pillanatok, amikor így érzed magadat. A szkorpión jegye. A szkorpión jegyében mozog két
a lefele mozgó kármikus csomó, és ez utal a múltra, utal az érzelmekre. Kétu itt marad ez év májusáig a Szkorpión jegyében. A Szkorpión jegyénél megvan a bátorság, az életerő, tudják magukat védeni, és egy jó hír várható vagy előnyös szerződések. A nyilas jegye. A nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, nincs külső hatás. Viszont ott van a közelben, a szomszédos jegyben Mars bolygó, aki segít, adja az életerőt. Azon kívül Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van, és az a levegő eleméhez tartozik, a nyilas jegye pedig a tűz eleméhez tartozik, és mint mondtam, a levegő eleme, a tűz eleme barátságban állnak, tehát a nyilas jegyénél szerencse van most a szerelmi életet illetően, vagy egy kreatív tevékenységnél, vagy egy bírósági ügynél. Ahol nézeteltérések vannak, az a kommunikáció, vagy most ebben az időszakban egy szerződést aláírni nem előnyös a nyilas jegyénél. A bak jegye. Vénusz bolygó elbúcsúzott a bak jegyétől. De a bak jegyében maradt Mars bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. Mars bolygó az jelenti az erőt. És a bak jegyénél mindig célokról van szó. Most megvan a bátorság ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt legyen egy ilyen sorsdöntő változás, vagy döntések, vagy találkozások, és Plutó bolygó adja a belső erőt, ezt a hitet. A szerelmi élet területén szerencse van, hiszen Vénusz bolygó ott van a szomszédban, a vízöntő jegyében, és itt van ez a közelség, és a vízöntő jegye adja a levegő elemét, ezt a könnyűséget. Egy jó hír várható a bak jegyénél. És a vízöntő jegye. Itt mozog most Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó. Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, az intuíciót, az inspirációt. Vénusz bolygó utalhat egy kreatív tevékenységre, itt a levegő eleme a jó ötletekre, és Jupiter bolygó adja hozzá a szerencsét. És Jupiter bolygó kihat az igazságra, vagy egy bírósági ügyre is, Vénusz bolygó itt szerencsét hozhat. A központi téma még itt a vízöntő jegyénél természetesen a szerelem. Mars bolygó ott van a közelben, a szomszédban, és Merkur bolygó szintén a közelben, a szomszédos jegyben, ami utalhat a kommunikációra. A halak jegye. A halak jegyében található a nap és a hold. A hold közeledik a naphoz, április 1-én eléri a napot, tehát új hold van. Új hold az azt jelenti, húzódj vissza, meditálj valami felett. A téma az, hogy milyen befolyások vannak, vagy ki próbál parancsolgatni neked, hogy tanuld meg azt, hogy tudj nemet mondani. Az indiai asztrológia szerint egy új hold, de teli holdnál ugyanígy van, egy nappal előtte és egy nappal utána még mindig érezhető, és ezt fogjuk most a napokban átélni. És új hold az azt jelenti, húzódj vissza, gondolkodj el azon, hogyan tovább meditálj valami felett. Itt a halak jegyében van Merkur bolygó, és az jelenti a kapcsolatokat, a kommunikációt, vagy bizonyos szerződéseket. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!